A nagy szárasságot nehezen viselik a városban élő fák és növények. A Városgondnokság 20 munkatársa folyamatosan locsolja a zsákos fákat a nap 12 órájában. Jelen pillanatban egyébként a 2022-23 és 24-es évben ültetett fák érveznek prioritást. Ez nem azt jelenti, hogy a többi fát nem locsoljuk, de nyilvánvalóan a nagyon nagy szárasság és a rendkívüli szárasság miatt ugye frissen fá, ültetett fák, még nem ered meg a gyökérzetük teljesen, és ezért mindenképpen ezeket kell elsősorban locsolnunk, de természetesen odafigyelünk minden olyan fára, ami látjuk, hogy dobja a levelet, esetleg elszáradna. Volt ilyen példa a héten a strandon, egy 4-5 éves fák a strand mögötti parkolóba, ott is 18 darab fa van, amik csak elkezdtek ledobálni a leveleket. Mentünk, próbáltuk útközben, a munkaidőben megöntöztük. A Palota városi tavaknál 600-700 falzsákjába töltenek vizet a város gondokság emberei. Egy hét alatt érnek körbe a locsolással. Egy tele töltött zsákba 70 liter víz kerül, amely egy nap alatt folyik le. Amint látják a munkatársak, hogy gyorsabban folyik, próbálnak két-három naponta visszaérkezni. A lakosság is segít az öntözésben, van amire azonban oda kell figyelni a locsolás során. Erre korábban is felhívtuk a figyelmet, hogy ezekben a zsákokban Nyilván víz van, pára van, és a darazsak jobban el tudnak bújni, és nagyon, nagyon sok helyen bele is telepedtek, fészkeket hoznak létre, és erre is kérjük, akik önkéntesen öntözik a fákat, és idejük, Szabad idejük engedi, óvatosan nyúljanak hozzá, tehát hirtelen ne nyúljanak be a, szá a zsákok szájába, mert fájdalmas lehet. Nem csak a fákra figyel oda a városgondnokság, a növényeket, az évelő ágyásokat, egynyári növényeket egy köbméteres tartályokból locsolják a munkatársak minden nap a hajnali órákban.